A megyeri temetőben vettek végső búcsút hozzátartozói, egykori játékostársai, barátai, tisztelői, a 62 évesen elhunyt 33-szoros válogatott labdarúgótól, Kardos Józseftől. A Magyar Labdarúgó Szövetség nevében elsőként Sipos Jenő, majd Csiki Károly emlékezett a Dózsa egykori kiváló hátvédjére. Az Újpesttel a bajnoki címet követően kétszer ezüstöt szerzett, háromszor Magyar Népköztársasági kupát nyert. Klubcsapatában 1979 és 87 között 229 NB1-es mérkőzésen 37 gólt szerzett. Az MLS 1983-ban az év legjobb játékosának választotta. Kardos azonban nem csak Újpesten, de a válogatottban is remekelt. Tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon részt vett csapatnak, és mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett. És ő az első halottja a Mezei György dirigált a Nemzeti Együttesnek, amelyből az egykori játékostárs, jó barát, a honvédos Nagy Antal köszönt el Karttól. Amikor nagy csapatok jöttek ellenünk, megvolt a taktikánk, mindent tudtunk vele. Amikor támadnunk kellett és gólt kellett rúgni, mindent tudtunk, hiszen ott volt Kard, tudtuk, hogy számíthatunk rá, és a zsenialitásával, a munkabírásával, és azzal az emberiségével, ami pótolhatatlan számunkra, hozta az eredményeinket, hoztuk együtt az eredményeket. De mától megbomlott egy egység. Mi mexikóiak mától nem tudunk összeállni. Hiányzik az egyik pillér. A gyászolók ezután utolsó útjára kísérték Kardos Józsefet, aki méltó helyen, alig néhány méterre nyugszik az Újpest, már eltávozott nagyjaitól.